A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház a Madarak és Fák napja alkalmából otthonunk a Természet címmel szervezett rajzpályázatot. A pályázatra tetszőleges technikával a per négyes méretben készített madarak-fák témakörbe illő pályaműveket vártak. A beérkezett munkákból május 10-én nyílt kiállítás a Művelődési Házban, ahol egyben az eredményhirdetést is tartották. A rendezvényt a Devecseri Agrokémiai Kft. támogatta. Május 22-én szintén a Városi Könyvtár szervezésében Csíz a Csupasz Körtefán címmel tartottak természetismereti vetélkedőt. A természetvédelem fontosságára a természet szeretetére kívánták felhívni a figyelmet. A csapatok bebizonyíthatták, mennyire ismerik a különböző madarakat és fákat, a róluk szóló verseket és mondókákat. A vetélkedőt jókedvűen élményekkel gazdagodva zárták a résztvevő gyerekek, akik láthatóan tájékozottak voltak a természetvilágában.